Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Bajnokok Városa ezúttal Kincses bányáról jelentkezik, mert hogy ismételten megrendezte a Szingó a Bringa Fiesztát, és hát jó néhány kört tettek a fiatalok, és természetesen az örök fiatalok is a verseny keretében, többek között az Asztalos Sándor emlékét őrző és emlék előtt tisztelgő emlékversenyen. Hát amint azt Önök is hallhatják, a Bringa Fiesta az folyamatos, de hát menjünk is bele ennek a rendezvénynek a közepébe, tehát mielőtt ezt megtennénk, következzen a rajt. A három, a kettő, az egy, és elrajta a Bringa Fiesta Magyarországos Bajnokság első futama. Tehát ezúttal is Kincses bánya volt a Bringa Fiesta központja. Innen indult és ide érkezett célva a körverseny mezőnye, amely Iszka-Szentgyörgyöt és Fehérvár csúrgót érintve rótta a karikákat. A házigazda Szingó Ese számára igazi ünnep a Fiesta, amely ugyanakkor emléket is állít a fehérvári kerékpársport egyik atyának, aki sajnos immár 13 esztendeje nincsen közöttünk. A hetedik alkalommal rendezzük a Bringa Fiesta kerékpárversenyt, minden alkalommal megrendezzük az Asztalos Sándor emlékversenyt is. Ezen a versenyen adózunk a Sándor emlékére. Valójában nem csak erről szól a verseny, hogy Asztalos Sándor emlékversenyt rendezünk, hanem 13 korosztály részére biztosítunk versenyzési lehetőséget, ami számunkra nagyon fontos, hogy az U17-től a most már a 70 éves korosztály számára is rendezünk versenyt. Az idei évben történt az, hogy a 70 éveseknek írtunk ki először versenyt. Ez abból az apropóból történt, hogy pont 40 évvel ezelőtt született meg bennünk az a gondolat, hogy rendezünk az öreg fiúknak, mint aktív versenyzők, az öreg fiúknak, akik abba hagyták a kerékpározást, rendezünk egy találkozót, amit úgy hívtunk, hogy szenior találkozó. Ez 40 éven keresztül megrendezésre került ez a verseny, kisebb-nagyobb kitérőkkel, de mindig megrendeztük. Onnantól kezdve új formát öltött az elképzelésünk, kitaláltuk, hogy legyen egy Bringa Fiesta néven futó versenysorozat, ami valójában olyan szintre nőtte ki magát, hogy közel 260 indulónk volt. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan részt vesznek a versenyünkön. Nagyon szeretnek idejönni, jó hangulatú verseny, kihívásokkal tűzdelt pályán. A fiatalabb generációnak 160 km volt, de viszont a 70 év fölöttieknek is 35 km kellett teljesíteni a 166 méter szint különbségű pályán. Ez a verseny, ez egy kicsit ilyen fiesta hangulatú, ahogy a nevében is elneveztük, és szeretjük azért, mert az utánpótlás csapatnak a hozzátartozói ide ki tudnak látogatni. Tehát ez közel van Fehérvárhoz, és tényleg nagyon sok szülő, nagyszülő ilyenkor kijön. Nagyon lelkesek az anyukák, frissítenek fönt a szerpentinen, gyakorlatilag egymás kezéből veszik el az ásványvizes palackokat, hogy feladhassák a gyerekeknek. Úgyhogy tényleg nagyon jó hangulatú rendezvény. Megvannak ennek a versenynek is a különlegességei, például az talán, hogy a startot követő pár száz méterre mindjárt kezdődik egy emelkedő, de mi az, ami még ennek a specialitása, ennek a verseny? Ennek a versenynek a specialitása ez a szerpentin, egyértelműen azért ez egy 6 kilométeres emelkedő itt egész Guttamásig, ez egyből megrostálja a mezőnyt. A másik specialitás, amire felszoktam hívni a versenyzőink figyelmét, az lent a Fehérvár csurgói rész, ahol egy oldal házszeles szakasz van általában, és jó minőségű az út, tehát ott nagy tempóval szoktak beérkezni csurgóra a versenyzők, ott szét tud szakadni a mezőny, tehát ott oda kell figyelni, hogy elő kell biciklizni. A versenyen természetesen a Szingó üdvöskéje, Neubauer Eliza is elindult. Az ifjú fehérvári ezúttal is bebizonyította, hogy 15 évesen a felnőtteknek is komoly ellenfele.
Az U19-et természetesen megnyerte, de versenyben volt az abszolút győzelemért is. Én nagyon örülök ennek, főleg annak, hogy az első körbe fönn tudtam maradni az élbolyjal. Ez volt a cél, hogy kibírjam ezt az első hegyet, és ez sikerült is, úgyhogy már ott boldog voltam. És egyébként hogy esett ez a mai táv, mai verseny? Kritikus pontok, nem tudom, holdpontok, vagy netán kedvenc helyek, kanyarok, egyenesek, lejtők, emelkedők? Hát mindig nagyon vártam a lejtőket. Az eleje volt a legnehezebb, a szerpentin. Ott attól mindig féltem, tartottam, hogy le fogok-e szakadni, de sikerült mindig fennmaradnom, úgyhogy így nagyon örültem neki, hogy mindig be tudtam jönni azokkal, akikkel mentem a lejtőig. Kibírtam. Hát szegről végről azért ez neked is, mint ahogy a többi szingósnak is, hazai pálya. Hát igen, egy kicsit hazai, de egy évben mindig egyszer szoktam itt jönni, amikor verseny van, mert nekünk inkább a velencei tókör, az fekszik jobban. Neked az éves programodban hol helyezkedik el ez a verseny, és egyáltalán ezt a győzelmet, meg az összetett béli második helyedet, azt milyen polcra helyezed? Nekem az évben mindig a magyar bajnoksága az első, és utána tartok egy kicsi pihenőt, és körülbelül ez a második versenyem az országos bajnokság után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó helyen tudtam végezni. Biztos kérdezték már tőled mondjuk a vetélytársaid is, meg riporterek is, hogy de mitől vagy ilyen jó? Nekem a Márkus János írja az edzéstervemet, mindig betartom, bármi is van, mindig megpróbálom megcsinálni a lehető legjobban, vagy egy kicsit pluszat is megpróbálok beleadni, és heti 4 biciklizésem van körülbelül, és mellette még szoktam futni is, úgyhogy eléggé sokat edzek, és remélem minél jobban tudok teljesíteni. És ezt az alázatot, ezt a lemondást, ezt hogyan ivódott beléd, vagy ki által? Mert ez nyilvánvalóan kell egy személyiség, ami neked adott, de ez honnan jött? Ez genetika? Vagy? Hát apukám is biciklizett, úgyhogy onnan kezdtem el én is biciklizni. Vele szoktam csinálni az edzéseket is, vele szoktam sprintelgetni, úgyhogy tőle. A nagymamáddal találkoztunk a célban, nagyon várt már téged, ő törzs szurkoló? Hát erre a versenyre szoktak kiállni a családom, mert ugye közel van. A többi versenyre nem, úgyhogy ők már nagyon várták ezt a versenyt, úgyhogy be akartam nekik is bizonyítani, hogy meg akartam mutatni, hogy milyen jó vagyok. A fehérvári lány tudását, sebességét Marton Orsolya, a legifiabb Masterkor csoport győztese is megtapasztalhatta. A pálya az jó volt, nyilván az útminőség lehetne jobb, de Magyarországon mindenhol ilyen, úgyhogy ezzel nincs gond. A mezőny elég kevés lány volt egyébként, úgyhogy olyan sokan nem voltunk, de a fiúk azért vitték a tempót, úgyhogy az első körbe sikerült is ott maradnom velük, és akkor a második körbe belószoltak, és ott a későbbi abszolút győztese, Matusz Etelka elment. Hát próbáltam tenni rá a kereket, de sajnos ez nem jött össze. És akkor ketten maradtunk a szingós Neubauer Lizával, és akkor belementük ma az utolsó két kört végig, de aztán ő ott az utolsó körben egyik emelkedőn hát erősebb volt, próbáltam küzdeni, hogy ott maradjak, de aztán nem sikerült, úgyhogy egy abszolútba harmadik lettem. Hát ha azt egy kicsit csikoltam, akkor szebb lett volna az eredmény, de hát most ez van, de igyekszem majd javítani rajta közelebb. Azért ugye a nézők, meg mondjuk nézve egy televíziós közvetítést, láthatjuk a versenyzőket, hogy mondjuk ellépnek a többiektől, meg a bolyt, meg ilyen. De hát nyilván azért ez legbelül valahol egy óriási mentális harc is, akár itt is. Erről mesélnél? Igen, hát itt is ott kell lenni fejben, meg nyilván tisztában lenni az ellenfelekkel is, hogy ki milyen állapotba érkezett, meg figyelni őket, hogy na most kicsit fáradt, akkor utána megyek, vagy nem, vagy hol lehet támadni. Ezt hogy tudod észrevenni, vagy milyen jellegből szűröd le, hogy éppen egy picit megfáradt? Hát azért ugye elég kevés, egy kicsi ez a női mezőny, úgyhogy nagyjából ismerjük egymást, hogy ki hogyan biciklizik, hogy ilyen testtartásból, meg ilyesmiből már lehet következtetni rá, hogy na akkor ez most mi lesz, meg hát ma versenyeztünk sokat együtt, úgyhogy az ember tudja, hogy ki melyik helye jó, és akkor így jobban rá tud rá figyelni. A férfiak úgynevezett elit kategóriájában nagy hajrával Hartman Zsolt győzött, de a második helyet is egy mecsekig húzta be. Elég kemény volt a verseny, meleg is volt, illetve hát az Epronex csapata elég sokat próbálkozott. Mi próbáltuk hát ezt kontrollálni kisebb-nagyobb sikerekkel. Az utolsó körben azt hiszem másfél perc előnyük volt,
akkor előre álltunk, és hát sikerült őket utolérni, az ketten voltak elől, és akkor a végén pedig hát sprint hajrára jöttünk, és az abszolút harmadik helyzet tudtam megszerezni, de ez a szerencsére a korcsoportban így az első helyet sikerült, ugye az elit korosztályt így nyertem. Mennyire áll közel hozzád ez a verseny? 2 éve ugyanígy végeztem, ugyanígy abszolút harmadik és elit első hely. Hát a pálya az tetszik, viszont a sprintbefutó az nem annyira az én pályám, mivel kicsit emelkedik, én inkább az ilyen gyorsabb sprinteket szeretem. Az örök ifjú öreg fiúk az országos bajnoki címekért hajtottak a Bringa Fiestán, legalábbis egy részük, hiszen ezúttal is sok lelkes amatőr rajthoz állt a kincsesbányai forróságban. Szemfüles nézőink már ki is szúrhatnak egyet a képernyőn. Számodra mi a mai nap mottója álmaimban, a kerékpár visszainteget? Igen, ugye gyerekként azon a környéken, ahol laktam, a Videóton kerékpár szakosztály működött, és jó néhány barátommal együtt, én is 11-néhány évesen, a kerékpározás volt az első profi sport az életemben. Nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak a mai napig is róla. Aztán ugye az élet elsodort egy egész más sport irányába, a jégkorong vitte el az időt, a kerékpározásra már ugye akkor nem maradt lehetőség, és most így idézőjebb öreg fejjel az ember visszatalál. Azért ez az a sport, amit igazából szabadidő sportként, de azért komoly sport teljesítményként is az ember tud még űzni. Úgyhogy egy nagyon kellemes időtöltés, jó kikapcsolódás, amikor van rá lehetőségem, szívesen teszem. Ahogy esett a mai táv, és egyetem ekkora volt? Hát megmondom őszintén, hogy versenyeken azért nem nagyon szoktam indulni, de ugye az Asztalos Sanyi barátom, akinek a neve fémjelzi ezt a verseny, szegény, egy komoly apropó miatt viseli a nevét ez a verseny, meg a régi barátok, akik akkor együtt biciklisztünk, úgy ambíciót adott, hogy eljöjjek és egy versenyen is elinduljak, de hát megmondom őszintén, hogy arra nem éreztem eléggé felkészültnek magam, úgyhogy nagyon keményen belekezdtem, nyomtam, mentem az elején, amit bírtam, de a végeredményre nem vagyok büszke, de azt gondolom, hogy ez pontosan arra jó, hogy részt venni, együtt lenni a barátokkal, és egy jó napot eltölteni ebben a kerékpársportban. Mennyire voltak kritikus pontok, holtpontok? Hát ugye itt mindjárt rajta azzal kezdődik, hogy felfelé. Itt már az volt az első óriási harc, hogy az első hegytetőig. Ez is volt a célkitűzésem, hogy jussak el valahogy. Ugye a súlyommal is elég tisztes helyen tudok lenni egyébként a lejtőn, de ahhoz először fel kellett jutni az emelkedőre. Úgyhogy az első hegymenetnél még megvoltam, a mezőnnyel sikerült elmennem, úgyhogy az első körben még egész jó helyen voltam, aztán a második körben ez a hegy, ez már megrostálta a mezőnyt, itt egy kicsit elmaradtam, egy második mezőnnyel tartottam még egy darabig a tempót, aztán szép lassan elfogytam, úgyhogy a felkészültségemnek megfelelően elfogyott az erő a lábomból. Nyilván azért ehhez a távhoz azért kell a felkészülés, de hát azért minden bizonnyal azért volt némi, ha más nem, akkor hombi szinten némi kerékpározás. Mennyi volt a lábadban idén a verseny megkezdése elő? Igen, van egy nagyon kedves baráti társaság, akikkel eljárok így biciklizgetni. Talán még több is, mint általában ez a klasszikus velencei tókör, mert azok ugye a hobbi biciklisták. Annál egy picit több eljárunk, ilyen 60-80, esetenként 100 kilométerre is elmegyünk, de persze nem versenytempóban, jó hangulatban, de azért sportnak tesszük. De nem túl sokat mentem, szerintem egy 1000 kilométer, 1000-1200 kilométer lehetőségem volt készülni az idén, annyi van a lábamba, úgyhogy ez aztán a versenyen látszott is. Azért most jól jönne egy kis jég. Abszolút igen, de hát holnap már kezdődik, holnap már jégre megyünk, úgyhogy ez a mai kerékpárverseny, ez egy pont jó lezárása volt a nyári időszaknak, és holnap már a jégen folytatjuk a profi sportot. Egy fehérvári öreg fiú a Raktár utcától jóval messzebbről érkezett, immáron master világbajnokként. Nagy Attila Picasso-val sok mindenről tudnánk beszélgetni, de hát a laikusok kedvéért először is erről a bizonyos becenévről. Elég rendhagyó. Miért pont Picasso? Hát igen, ez már nagyon régi egy Picasso néven, hát a festészet tudományából, nem a tájkép festészet, hanem autófestészetről kaptam ezt. Abban az időben, amikor még nem voltak színkeverési lehetőségek,
én mindenféle színeket kombináltam az autókra, tehát gyakorlatilag ebből alakult ki ez a Picasso név, úgyhogy aztán rám maradt, aztán gyakorlatilag a mai napig is mindenki, Nagy Attila néven igazán nagyon kevesen ismernek. Picasso most hazatér, és hogyha jól tudom, akkor ez elég egyedi alkalom, ráadásul az emlékverseny alkalmából, mert hogy egyébként hát a bolygó másik oldalán él, de ilyenkor fontosnak tartja, hogy a Master világbajnok, a tavalyi Master világbajnok hazatérjen. Miért? Hát igen, szóval gyakorlatilag minden évben hazatérek, két okból is. Ausztráliából tegyük hozzá. Igen, hát ugye a bolygó túlsó feléről. Hát ugye az első az, hogy ugye a régi baráti kört a Videótonból tisztelve, a magyar bajnokság, és a hagyományos asztalos Sándor emlékverseny színei miatt is hazatérek, amit alapítottunk egy ilyen vándorszerű kupát. Az 50 éves kategóriában sajnos a Sándor meghalt, és akkor ezek minden évben, aki az 50 éves kategóriát nyeri, annak a tisztelete névbe kerül a táblára. Én nekem szerencsém volt, meddig háromszor sikerült megnyernem. Most már egy kicsit odébb vagyok, már 65, úgyhogy tavalyi világbajnokság ott megnyertem a kategóriámba. Az idén szintén megpróbálkozok a megvédésre. Nem tudom, hogy sikerül vagy nem. Majd meglátjuk. És ugye nem sokára ez a világbajnokság következik, az újabb világbajnokság ugye Ausztriában. Tehát nyilván ez a mostani verseny, a felkészülés egyik állomása volt. Igen, egy pár hete jöttem csak vissza, tehát még nem vagyok abba a nagyon nagy formába. Sajnos tavalyi a magyar bajnokságot megnyertem, az idén is nagyon jó pozícióban voltam, de egy lassú defekt miatt az utolsó pár kilométeren nem tudtam teljesíteni azt az utolsó pár méter sprinten, miután első kerék defektet kaptam. Úgyhogy örültem, hogy így is harmadikként be tudtam gurulni. Hát nyilván Ausztrália szép hely, kenguruk szép, nagyvárosok, Melbourne, Sydney, Canberra, sorolhatnánk. Ahol élek. Melyikbe, bocsánat? Öt. Na de hát, ott nincs Guttamási, meg Fehérvár Csurgó, meg Székesfehérvár, meg Videóton, meg Vidi. Igen, szóval ez is egy kicsit azért hazahúz bennünket. Aki ott kint él, most jelen pillanatban itt fehérvári barátok, három ma jöttek, a múlt héten mindenki együtt jöttünk majdnem haza, de hát ők nem maradnak csak pár hétig, én maradok szeptemberig, megpróbálom újra a világbajnokságra a helyezést. Hát, hogyha megy, akkor nyilvánvaló az első helyet. Miért pont Ausztrália? Hát, az már nagyon rég volt. 83-ban mentünk el. Mindenki azt mondja, hogy milyen messze vagyunk. Én mindig azt mondtam, a jóhoz közel. A verseny egyik legszorosabb, ha nem a legszorosabb befutójában egy szingós volt érintett. Rákóczi Viktor számára tavaly fejedelmien sikerült a befejezés, idén meg kellett elégednie a második helyjel a 40-esek korcsoportjában. Meglehetősen szoros volt a befutó, gyakorlatilag az utolsó métereken dőlt el. Talán ez a címvédőt nem végasztalja. Nem, sajnos. Ez a 22 kiló hátrány, ez sajnos egy befutón meglátszott. Ávi megnyerte, hát én gratulálok neki, ez most idén ő volt az erősebb. Hát azért ettől is szép a sport, egyszer lent, egyszer fent, és hát ami itt földrajzilag illeti az egyszer fentet és lentet, az ezen a pályán van mind a kettőből, ez neked mennyire kedvenc ez a kör? Én szeretem gyakorlatilag itt a Velencei Tónál a kuptásűrűn járunk erre edzeni. Én szeretem a felfeléket is, mert van bennem erő, a lefeléket nem annyira, főleg az oldal szeres rész, az nekem veszélyes. Ott mindig igyekeztem hátul maradni, aztán a síkon visszajönni. Egyébként a vetélytársal, a legfőbb vetélytársadal, aki végül ugye hát megelőzött sajnos, végül együtt jöttetek, vagy mikor szakadtatok le egyáltalán a bolytól? Hát az első körben azonnal. Négyen maradtunk, Spec Viktor, Ável, Molnár Tomi és én. Aztán a Viktor a negyedik körben maradt le, a Tomi pedig azt mondta a végén, hogy benne már nincs erő. Ketten döntöttük el végül. Hát elhúztatok rendesen, és aztán végül ugye, ahogy te is említetted, ketten maradtatok. Azért ezt olykor-olykorra, hogy kim voltunk itt a különböző szakaszokon, azt hallottuk, hogy néha-néha beszélgetnek egymással a versenyzők. Ti dumáltatok közben? Nem nagyon. 180-as pózus környékén nekem nem megy. Lehet, hogy van akinek igen, de én az a fajta vagyok, aki inkább így mindent kiad magából, és a végére rogyok meg. Jövőre mi lesz? Megpróbáljuk újra megnyerni, aztán meglátjuk.
Nem hiába szokták volt mondani, nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos. Persze mégiscsak presztízs kérdés a befutás sorrendje még az öreg fiúk körében is, hiszen ettől verseny a verseny. De az előbbi gondolatra és a lelkes amatőrökre visszatérve azért akadnak különleges arcok, akik megfertőződtek a kerékpározás szeretetével és lelkesen hajtanak. Minden bizonnyal, hogy jó 17-ben indult. Természetesen, körülbelül igen, természetesen. Látszik is rajtam, nem? Hány éves? 68. Az akkor a master? Négy, így van. Hogy esett ez a mai táv? Hát, hogy esett? Jól esett. Most így a harmadik sör után már mit nyilatkozhatnák ennél könnyedebbet. Igen. Hát ez egy valóban egy igazi bringa fiesta, de hát azért master ide vagy oda, azért talán presztízs kérdést csinálnak abban a versenyzők, hogy itt hogy mennek, nem? Természetesen presztízs kérdést egyrészt, másrészt meg jól esik a mozgás, meg hát nyilván az egészség, ami fő szempont még természetesen. Mögött hány évnyi kerékpáros múltán? Hát én valamikor birkózóként kezdtem, és körülbelül egy olyan 6-7 éve kerékpározom. Mert ugye 20 évenként valami sportágat kell váltani. És most ez nagyon jól esik, ez a kerékpáros fiesta. És akkor így ráakadt a szingóra. Így ráakadtam a szingóra, így van persze, úgyhogy most így ez kellemes érzés, tehát jól esik itt biciklizgetni itt a srácokkal. Jó a hangulat, jók a haverok. Jó edzéseken veszünk részt, meg a verseny, ez egy kihívás. Ami ezt a versenyt illeti, ugye hát az ember úgy neki durálná magát, és akkor mielőtt megjön a lendület, mindjárt itt dur egy emelkedő. Hát ehhez föl kell készülni, nyilvánvaló, hogy az emelkedő az nem esik jól senkinek, főleg, hogyha nem vagyunk fölkészülve rendesen, de hát ez a kihívás. A szingóese bringa fiesztájának ázsióját tovább emelte, hogy az FTC örökös bajnoka Hóbor Lajos is rajthoz állt, sőt meg is nyerte az Old Fit Boys kategóriát. Alig több mint egy óra alatt teljesítette a 35 kilométeres versenytávot, ami akárhogy számoljuk 35 km per órás átlag sebességet jelent. De korán sem a lassan 71 esztendős bajnok volt a legidősebb a mezőnyben. Nick Rovert 80-hoz közelítve mutatta meg, hogy a kerékpársport kortalan. Ezért is ünnep mindig a Bringa Fiesta.